Sziasztok, a nevem Baltazár, és nemrég megismerkedtem Kovács Tiborral, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaság elnökével. És amikor megkérdeztem, hogy lenne olyan hely, amiről szívesen mesélne, érdekes módon nem egy egzotikus szurdokvölgyet, vagy valami nagyon eldugott mocsarat ajánlott, hanem a Mátyásföldi repülőtere, ami itt van. Pontosabban itt van. Budapesten belül. Nos, erre én is nagyon kíváncsi leszek. Vajon ez a terület is érdekesebb lesz-e, hogyha közelebbről megismeri az ember? Induljunk! Miért olyan fontos neked ez a hely? Ugye, Pest környékén számos nagyon szép hely van, ez mitől annyira különleges? Hát tulajdonképpen 20 éve itt élek, amikor ide költöztem a Budapestnek a másik feléről, Budáról. Halvány elképzelésem sem volt arról, hogy ezen a részen, a kelet-pesti régióban is vannak ekkora hatalmas kiterjedt zöld területek. Itt is láthatunk számos természeti szépséget. De amit különösen fontos megemlíteni, az az, hogy itt nagyon erős az emberi jelenlét, de annak a finomabb fajtája. Hogyha itt körbenézünk a réten, egymás után találkozhatunk nordik vólkosokkal és kutyát sétáltató helyi lakosokkal, modern repülőgépet röptető emberekkel, lovasokkal, nagyon sokszor járnak fel ide lovasok legeltetni, tulajdonképpen a kaszálását is a közeli lovarda végzi el. Illetve hát nem egy ember ide szokott kijárni, hogy az íjászatot gyakorolja. Tavasszal ezt a rétet elképesztően színes virágszőnyeg teríti be, a lilának minden árnyalatával lehet itt találkozni. Most már azért nyár vége felé járunk, így ezt a színpompát nem láthatjuk, kicsit kopárabb a rét, de ha lehajolunk a fűszintjére, akkor mindenhol láthatjuk a fehér ürmöt nőni, ami egy nagyon illatos növény, már régóta használják fűszernövényként is, az abszintnak volt az egyik alapanyaga, illetve ma is felhasználják az ürmös bor készítéséhez. A sisakos sáska és más rovarok mellett a száraz gyepnek, ami itt a Mátyásföldi repülőteret borítja, akadnak még érdekesebb lakói is, gerinces állatok. Az egyiküket például itt találjuk meg mellettem. De részletes ismertetéséhez hallgassuk meg a vadbiológust. Na igen, amit itt látunk, ez egy ürgejárat, ő egy fokozottan védett rágcsálója Magyarországnak. Sajnos már csak ilyen elszigetelt populációi figyelhetők meg az ország különböző területén. 250 ezer forintos eszmei értéke van, 2015-ben volt az évemlőse az ürge. Ezt a járatot ő készítette, oda kihordta a földet, és itt még körülöttünk több helyen lehet látni ilyen 90 fokosan lefele menő, körülbelül ekkora átmérőjű járatokat. Érdekes egy kicsit az ürgék elterjedése, mert már nagyon kevés olyan terület van Magyarországon, ahol a legeltetéssel vagy kaszálással ilyen alacsonyan tudják tartani a gyepszintet, mint itt. És itt is szerencsére ilyen alacsony a gyepszint, és ez az, ami kedvez az ürgéknek. Mátyásföldi repülőtér mai napig is repülőtér, bár inkább csak modern reptetésre használják. Tudni kell azonban azt, hogy ez a terület volt a magyarországi repülés történetnek a bölcsője, különösen fontos és emblematikus hely. Olyan gentlemanek, úriemberek kezdték el itt a repülést, mint Prodám Guido, itt látható a képen. Ő egy olasz származású ember volt, aki később magyar lelkületűvé vált, és ehhez hasonlatos gépeken, házilag, garázsokban, műhelyekben épített repülőgépekkel kezdték el a repülést itt lassan 100 évvel ezelőtt. Hát a felsőrákosi réteknek van egy meglehetősen elzárt vizenyős területe, egy mocsaras rész, ahonnan nem tudták teljes mértékben elvinni a vizet,
ez egy kiváló madárparadicsom lett. Rendszeresen járnak ide ki madarászok, és hát a madárlista folyamatosan évről évre bővül. Olyan madárfajok, olyan ritka madárfajok fészkelnek itt, ami Budapest belterületén kifejezetten ritkaság, mint például a barna réti héja. Na, azt mondom Zsolt, hogy most itt álljunk meg egy pár percre, egy kicsit, mert lenne egy kérdésem hozzád. Szerinted hol vagyunk most? Mi ez a hely, ez a Gödör? Hát jó kérdés. Igen, valamiért nem nőtte be az alját a növényzet, gondolom ebbe víz szokott lenni általában. Még ami feltűnhet még a laikusnak is, hogy milyen fák vannak itt? Platán. Platán. Ez ilyen telepített víz szokott lenni. Így van. Parkokban lehet ezzel találkozni. Mit keres itt a mező közepén? Ezek piócás gödrök voltak. Piócás gödrök voltak. Az Aegis gyógyszergyár annak idején ezekben a gödrökben piócát tenyésztett, és ezeket a piócákat a patikákban lehetett kapni. Elképesztő. És akkor lehetett venni 10 deka a piócát? Lehetett venni, vagy darabra, nem tudom, hogy volt ez kitalálva. Már az Aegisnél sem tudják, de a nyomai itt vannak a mai napig. Érdekes zoológiai jelentősége is van a felsőrákosi réteknek, ugyanis itt írták le Magyarország ma már fokozottan védett vipera faját, a rákosi viperát. A rákosi vipera innen kapta a nevét? A rákosi vipera innen kapta a nevét, igen. Nagyjából a 60-as, 70-es évektől nem nagyon észleltek itt, vagy egyáltalán nem, de még 100 évvel ezelőtt is egy viszonylag közönséges kígyófaj volt itt. Ezt a kis filmet azért készítettük, hogy minél több ember megismerje és megszeresse a Mátyásföldi repülőtér és a Rákosi réteg világát.